Jézus ereje! Jézus ereje! Szevasztok, skacok! Köszöntelek titeket egy újabb Last Day on Earth Survivor-ben, immáron az 1.10.2-ben, és ahogy láthatjátok, megérkezett a várva várt klánbázis! Játékról szólnak a hírek, android, nálam ez így megy, tesó, nem vagyok zombi. Csak bemutatom azt, hogy hogy kell, bemutatok minden játékot, hogy nekem hogy megy. Na szóval, ez a videó az update bemutató lesz, megérkezett a klánbázis, nagyon-nagyon örülök neki, srácok, nagyon-nagyon vártuk ezt a frissítést. A klánbázis a szektor 7 alatt található, azt írja, és ez egy új bunker a szektor 7 alatt a klánoknak. Illetve még a frissítéssel chopper frissítés érkezett, nagyon sok esélyt adtak most a farmon, hogy megtaláld a chopper alkatrészeket, illetve a sárga dobozokban, az alfa bunkerben és a piros dobozokban sokkal, de sokkal több lett most már az esély, hogy megkapjátok az alkatrészeket. Szóval valószínűleg hamarosan mindenkinek meg lesz a motorja. Köszönjük szépen a Kefirnek ezt a csodálatos frissítést. És hát én azt mondom nektek, hogy akkor nézzük is meg ezt a híres klánbázist. Ugye nekem még nincsen klánom, készen van a klán, de még emberek nem csatlakoztak hozzá. Mert nem tudom, hogy mi alapján válasszak, srácok, sajnos még. De nézzük, ahogy betölt a játék, töltsél már a légy szíves, hát nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk. Beta 1.10.2, Jézus Úristen, Jézus Úristen, ez a frissítés mindenek felett a legjobb, skacok. Na, én már úgy készültem, hogy ide is utaztam, és ugye itt van a szektor 7, hát jól gondoltuk, hogy valahol a szektor 7-en túl lesz ez az egész klánbázis dolog, úgyhogy utazzunk is ide, és azt mondom nektek, hogy nézzük meg ezt a klánbázist, Úristen, nagyon izgatott vagyok, srácok. Hiszen azért most már tényleg a multiplayer itt van, és játszhatunk vele. Nem tudom, hogy tudunk-e üzletelni, cserélgetni, vagy bármi. Hát nem lenne rossz igazából. Tudnék én is adni nektek cuccokat, hiszen rengeteg cuccom van, úgyhogy tudnék nektek segíteni mind a chopper megépítésen, illetve bármi máson, igazából bármi másban tudnék segíteni. De szerintem nézzük is meg, és keressük is meg ezt a híres klánbázist. Jó. Kinyitjuk szépen, így van. Írták még a fejlesztők azt is, hogy nem biztos, hogy ebben a pár órában még elérhető lesz a multiplayer, mert még dolgoznak rajta, és itt van, gyerekek! Jézus Úristen! Lejöttem, gyerekek! Na hát meglátjuk, hogy bizony itt a bablevesben. Hogy a fejlesztők elmondták még azt, Úristen! Még elmondták azt is, hogy a multiplayer lehet, hogy még nem lesz működőképes, majd egy pár óra múlva, de én azt mondom, hogy megnézzük, és itt már tudunk is csetel is, kacok. Oké, és oké. Das is nice. Das is nice. Itt van egy zene, amit ti most nem hallottok, mert valószínűleg copyrightos lenne, és emiatt én kikapcsoltam a zenét. Oké. És itt lesz egy drill machine, amit ugye már láthattunk, kacok. Meg is mutatom nektek, abba kell hoznunk üzemanyagot. Úgyhogy haza fogunk ugrani üzemanyagért, itt is van. És igazából nem tudom, hogy ez mi lenne itt. Ezzel lehet javítani, hogyha a durability szintje lemegy. Úgyhogy nem tudom, hogy azt honnan tudunk majd szerezni, egyenlőre még én se. De én azt mondom nektek, hogy gyorsan menjünk haza üzemanyagért, és meglátjuk, hogy mi a helyzet, meglátjuk, hogy hogy tudjuk kezelni ezt a kis járművet. Hát nagyon izgalmas, nagyon-nagyon izgalmas. Gyorsan hazamegyünk, igen. Gyorsan hazamegyünk, lehet, hogy itt kap. Hatunk majd ilyen cut. Ez mi a rák? Ezzel tudom javítani az izémet. Ez már benne volt? Nem is emlékszem rá. Olyan régen voltam itt az alfa bunker. Olyan régen voltam itt a bázison, hogy én már nem is emlékszem rá. És akkor ezt a ruhát itt szépen ledobjuk, és akkor tényleg hazamegyünk üzemanyagért. De várjál, mert lehet, hogy azzal se kell menni, mert én nálam van izomanyag, srácok. Ja. Dögivel. Hát nálam van izomanyag, úgyhogy... Azzal sem kell mennünk, hanem megnézzük, hogy mi a helyzet ezzel a drill machine-nel. Gyorsan felkapjuk a ruhát, mert arra szükség van, legalábbis. De várjál, lehet, hogy nincs is rá szükség. Ja, de szükség van, mert ugye anélkül nem nyílik az ajtó. Úgyhogy valószínűleg itt nem nagyon tudunk még csereber élni, sajnos. Hát lehet, hogy majd ez... Lehet, hogy majd ez változni fog. Ja, Istenem, itt a clan bunker. Hát nem tudjátok elképzelni, hogy mennyire nagy öröm ez most számomra. Szerintem ti is nagyon-nagyon örültök neki, srácok. És akkor nézzük meg ezt a drill machine-t. Lehet, hogy nem is ez a neve? De, drill machine. Hát de várjál már, hát what the fuck? A táskában van az üzemanyag és a... Vagy nem tudom, be se lehet ide hozni, vagy mi a rák van?
Hát akkor hogy tankoljam meg a cuccot, haver? Akkor hogy tankoljam meg? Ez egy jó kérdés, megnézzük gyorsan. Gyorsan megnézzük. Oké. Igen, így nálam van, és hogyha talán ide behúzom, akkor talán nálam is fog maradni. Ez a cucc, habár szerintem nem marad nálam ez a cucc. Én nem tudom, skacok, hogy hogy tudjuk megtankolni ezt a kis járművet. Fingom sincs egyenlőre, utána fogunk majd nézni. Hát, hogyha most nálam maradt, lehet, bízom benne, legalábbis bízom benne. Megnézzük. Hát, hogyha nem, akkor nem tudom, hogy tudjuk megtankolni. Nem, nincs nálam. Nincs nálam, úgyhogy én nem vágom, skacok, hogy ezt az egész dolgot hogy tudnánk így megtankolni most. Per pillanat. Érdekes. Na mindegy, nézzünk szét azért még itt, mert egyelőre fogalmam sincs, hogy akkor hogy működik ez az egész dolog. Hogyha ide nem tudunk eleve lehozni semmit, akkor hogy működik? Nem értem. Nem érteni. De azt hisz nem érteni ezt a dolgot. Itt ezt meg lehet majd takarítani elméletileg a drill machine-nel, mert ugye itt össze van szépen omolva minden. Nagyon nagy cuccok vannak itt, ilyen összeomlások. Én azt mondom nektek akkor, skacok, hogy lehet, hogy még erre várni kell igazából, mert hogy azt írták, hogy csak egy alapot kapunk, de nem tudom. Úgyhogy én most ki fogom játszani szépen a Sector 7-et, és meglátjuk, hogy mit kapunk majd. Fogalmam nincs, hogy akkor hogy működik ez az egész dolog. Próbálok rájönni, próbálok gondolkodni, de rebbegy, olyan izgatott vagyok, hogy nem megy, srácok. Most ha én felveszem ezt a ruhát, activate, akkor ugye az ajtó automatikusan bezárul. Így van. És akkor, hát akkor én megcsinálom ezt, és azután jövök vissza. Na, skacok, hiába a nagy öröm, gyorsan el is száll ez a nagy öröm, hiszen hát jelenleg sajnos semmit nem tudunk itt csinálni, igazából csak csetelni tudunk ugyanúgy, úgyhogy hát köszönjük a semmit ismételten, nagy fellángolás volt, nagyon vártam az elején a videónak, nagyon is örültem neki, de így most már, hogy nem lehet semmit csinálni, ez egy vicc. Nyilván ez egy fontos alapkő a multiplayer számára, hogy ezt a játékfejlesztők is elmondták, hogy ez egy nem egy masszív frissítés, nem sok mindent tartalmaz, de ez fontos volt ahhoz, hogy elkezdjék a multiplayer részét fejleszteni az egész dolognak. Elmondták még azt is, hogyha ugye kicsit következtetünk ebből az egész dologból, akkor egy metróhálózat lesz a következő rész, amit ki fognak építeni, és majd akkor metróval tudunk utazgatni különböző ilyen zombi helyszínekre, gondolom ezek új helyszínek lesznek, elválik, srácok, nem tudom. Azt is írták még, hogy ezeket majd ugye el lehet takarítani a drill machine-nel, ezzel a fúrógéppel, de jelenleg sajnos nem tudunk vele mit kezdeni. Úgyhogy sajnos jelenleg ennyi a cucc ebben az egész frissítésben. Hát köszönjük semmit, nyilván nagyon-nagyon jól néz ki. Nekem nincs klánom, de lehetséges, hogy itt lehet találkozni egymással, de csak beszélgetni tudtok majd, hogyha találkoztok is egymással. Mondjuk az egy jó dolog, hogy ide le tudtok jönni, az egész klán lejön ide, de semmit nem tudtok egymással csinálni, szimplán csak beszélgetni tudtok. Úgyhogy szerintem ez nem olyan nagy cucc, skacok, egyenlőre. Szeretnék beszélni még a glitchről is, hiszen a fejlesztők kiraktak egy olyan dolgot, ami számomra sem túl szimpatikus, de részben azért igazuk van, hiszen a glitch is csalásnak számít, és ja, mi ezt kihasználtuk, de én úgy gondoltam, hogy mivel nagyon pénzes lett a játék, ezért szeretném nektek ezt megmutatni. Ugye a csatornán nem nagyon vannak ilyen videók, és a jövőben sem nagyon tervezek ilyen videókat, de úgy gondoltam, hogy látom, sokan nem tudjátok megcsinálni, ezért segítek nektek, és most látom, hogy el van csúszva nagyon, de nagyon a kép. Na, most, hogy visszaraktam a képet, akkor folytathatjuk is ezt az egész dolgot. Na, szóval a fejlesztők elmondták, srácok, mindjárt mondom is nektek, hogy pontosan miről is van szó. Na, szóval, túlélők, mint tudják, a játékban olyan hiba történt, amely tisztességtelen előnyt jelent a játékosoknak, akik kihasználják és visszaélnek ezzel. Ebben a frissítésben ez a javítás volt a legfontosabb számukra.
Igen. Természetesen előfordulnak hibák a játékban, mert azt írják, hogy a Crafty politikai mindig az volt, hogy a lehető legjobb kódolást készítsék el, hogy ne legyenek hibák, de sajnos előfordulnak ilyen dolgok. Igen. Míg a hibák használata továbbra is elfogadott, szóban forgó hiba megbeszélése, támogatása és visszaélése mostantól hivatalosan és szigorúan tilos. Tehát eddig elfogadottak voltak ezek a hibák kihasználása. Ahogy írják, még a hibák használata továbbra is elfogadott, hát nem tudom, hogy pontosan akkor mit értenek ez alatt. Visszaélése hivatalosan és szigorúan tilos. Ez alásása és játék gazdaságának alapja. Az egyes számú közszolgálati szabályt hamarosan felül kell vizsgálni, hogy tükrözze ezt a házirendet. Szeretnénk egy tiszta, konstruktív, támogató közösséget. Azok a játékosok, akik tisztességesen játszottak, és az idejüket vagy a pénzüket belefektették ebbe a játékba, jobban érzik magukat, mint azok, akik versenyhelyzetbe kerülnek azokkal, akik etikátlan gyorsaságot alkalmaznak. Ugye itt a airdrop glitchre gondolnak. És kérjük, támogassza a fejlesztőket, a közösséget és a játékot, amit mindannyian szeretünk, játszunk és éljünk együtt boldogan. Szóval srácok, innestől kezdve én nem nagyon javaslom nektek ezt a glitch kihasználását, ugyanis látjátok, hogy mi a helyzet van. Jó van, hát igazából szerintem mindent is elmondtam a frissítéssel kapcsolatban, úgyhogy ha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen írjátok le majd a kommentben. Nagyon-nagyon fontos most számomra a visszajelzésetek, hogy ti mit gondoltok erről az update-ről, hiszen hát tényleg nem egy olyan nagy durranás lett sajnos, de szeretném, hogyha leírnátok majd a véleményeteket. Nyilván hamarabb is jött, mint azt, ahogy vártuk, csak sajnos nem úgy jött, mint ahogy azt vártuk, mert ugye elsőnek a benzinkutat vártuk, és azután a klánbázist. Most megkaptuk a klánbázisnak egy picike morzsáját. Nem tudom, hogy ti mennyire örültök ennek a kis morzsának. Én igazából örülök is neki, de viszont azért javarészt szomorú vagyok, hogy nem azt kaptuk, amit vártunk. És ez van, srácok, tényleg várom a visszajelzéseket, aztán találkozunk este, valószínűleg Ark Survival Evolved lesz. Úgyhogy addig is én jó túlélést kívánok nektek a Last Day on Earth Survivalben. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, szevasztok! Feliratkozhatnátok, ha tetszett, nyomjatok lájkot, szóljatok hozzá bátran, Ricsi Dark voltam a házban.